A kis és középvállalkozók, a KKV-szektor és kisvállalkozóknak az érdekében vagyunk itt most a Szegedi IKV ZRT épülete előtt a Mi Hazánk mozgalom képviseletében, mert amint az köztudott, az infláció irreálisan magas ma Magyarországon. A szegedi önkormányzati tulajdonú bérlemények, ingatlanok bérleti díját minden évben az infláció mértékével megegyező mértékben emeli meg az önkormányzat, azonban tekintettel arra, hogy a kormány gyakorlatilag teljesen magukra hagyta a kisvállalkozókat, a KKV-szektort, ezért a véleményünk szerint csak az önkormányzatnak van arra lehetősége, hogy segítse a vállalkozásokat. Mégpedig úgy, hogy a kis és középvállalkozók, a KKV-szektor által a vállalkozások üzemeltetése érdekében bérelt ingatlanok bérleti díját nem emeli meg az önkormányzat, hiszen ha ezt meglépi, akkor gyakorlatilag kivégzi véleményünk szerint a vállalkozókat. Az amúgy is megfizethetetlen rezsiköltségek mellett már a bezárás lesz az egyetlen lehetőség és alternatíva a vállalkozók számára ebben az esetben, ez pedig szükségszerűen a családokra is ki fog hatni, mert ha az egyik vagy mindkét kereső szülő a családból elveszti a munkahelyét, a bevételét, akkor az nyilván nagyon rossz lesz az embereknek. Meg kell még emellett azt is jegyezni, hogy az önkormányzatnak se lenne ez jó, hiszen bevételtől esik el így módon, mivel ha a bérleti díj infláció mértékének megfelelő mértékű emelése miatt kell bezárni egy kisvállalkozásnak, akkor az addigi bérleti díjból származó önkormányzati bevétel sem lesz. Így tehát nem lesz ebből bevétele az önkormányzatnak. Ezért javasoljuk, és nyomatékosan kérjük az önkormányzattól, hogy ne emelje meg a jelenlegi bérleti díjakat az olyan ingatlanok vonatkozásában, amelyeket a vállalkozások, kisvállalkozók, a KKV-k bérelnek, KKV-szektor bérel az önkormányzattól a tevékenységük végzése érdekében, hiszen további bezárások várhatók, hogyha az önkormányzat a bérleti díjakat meg fogja emelni. Ezen javaslatunkat most a sajtótájékoztató végeztével beadjuk az IKV képviselőinek.